meg az utunkat, a lépéseinket. Egy friss kenetet kérünk, változást, Uram, hogy többen ne legyünk olyanok, mint voltunk, hogy szellem szerint járjunk, szellem szerint éljünk, Uram, a Te tetszésedre és a Te dicsőségedre. Uram, Te vagy dicső, Téged imádunk, előtte tojlunk meg, Uram. Téged magasztalunk, és Téged dicsérünk, Uram, a Szent Szellem csodálatos megnyilvánulása és ereje szálljon ma vele ránk. Te az építés Istene vagy, és nem a rombolásé. Bízunk benned, Uram. Rám tekintünk, amikor szembenézünk a sokasággal szembe. Te húzod ki a tőrből a lábunkat. Nálad van, Uram, a megnyugvás, a békesség és az áldás, mert elénkbe adtad az életet és a halált, és mi az életet választottuk, és Téged, Uram. Segíts, Uram! Segítségül hívunk, Uram, a nyomorúság idején. Te emelsz fel minket, Uram. Veled járunk. És Téged akarunk követni, Uram. Módra szánjuk a testünket élő, szent és kedves áldozatul, Uram. És ami nagy tiszteletünket, Uram. Tisztelettel állom most meg előtted, Uram. Benned bízva, hálát adva, és az úton megmaradva veled, Uram, mert Te mész előttünk, az egyenetleneket megegyenesíted, és az ércajtókat összetöröd, és leütöd a hazárakat, Uram. Köszönjük, hogy Te változtatod meg az időket, és az embereket, és minket. Ma alázattal, és köszönettel vagyunk, Uram. És hálát adunk. Hálát és dicséretet, Uram. Te vagy a hitünk fejedelme és bevégzője. Készek vagyunk, Uram, a változásra. Készek vagyunk elengedni tópokat, amit nem építettek. Szellem szerint akarunk járni, és szellem szerint élni. A Te utadon járni, mert Te vagy az út, az igazság és az élet. A nehézségek ruháját levetjük mindannyian. Levetjük, Uram. Többet nem akarunk olyanok lenni, amilyenek voltunk. Hogy a vakoldus kiabált, de levetette előtte a ruháját. Többet nem akar csötétbe járni, mi sem, Uram. Többet nem akart szegény lenni, és nyomorult. Készek vagyunk, Uram, néhányan. Készek, Uram, a változásra. Nem tekintünk a láthatókra, csak a láthatatlanokra, hisz a láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökké valók.
a te drága, romolhatatlan igédre figyelmezünk. És rád, Uram, köszönjük neked, hogy használsz minket ezekben a gonosz időkben. A te kegyelmed legyen velünk örökkévalóan, Uram. Használj minket, itt vagyunk, készek vagyunk, Uram. Akár szolgálni, akár falat falazni, és imádságba menni. Azt mondja az Úr ma nekünk, hogy jöjjetek hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Adjátok nekem a gondjaitokat. Az én igám könnyű, és az én terhem gyönyörűséges. Hagyjátok a hiába valóságokat. Ne a földön gyűjtsetek kincseket, mert itt nincs maradandó városotok. Gyűjtsetek kincseket, amely építi az én királyságomat, és minden elavul, és elmúlik. De az én királyságom, és az én igém soha. Lépjetek feljebb, néhányan feljebb fogtok lépni hitben. És kijelentésben, és bölcsességben. Ne álljatok meg. És ne alkudjatok meg a körülményekkel. Az én igém olyan, mint a sziklazúzó pöröly, és mindenféle dolognál jobban őrizd meg a szíved, és a kardot leveted, az én igémet. Változást hozok sokatoknak. Vannak és lesznek vesztességek, de lesznek jó dolgok is, csak járjatok velem. Ha megjobbítjátok az útjaitokat, és velem jártok, magas helyeken fognak jártatni benneteket, és megvédelmeznek. Hát gyertek az én rejtekembe, gyertek az én árnyékomba, hogy megvédjelek benneteket, hogy hosszú életet adjak nektek. És ne lankadjatok, és ne fáradjatok. Örökké való szeretettel szeretlek titeket, és gondom van rátok. Az én ígéreteim a tietek. Minden a tietek, vegyétek el. Bátran járjatok még a vizen is. A hullámok jöhetnek, mehetnek. De te álljál, maradj vesztek, és állj meg szorosan és erősen. Hiányok értek az elmúlt időszakban benneteket, néhányatokat. Kit családi, kit anyagi, kit lelki, kit fizikai. Láttam a sírásatokat, a bűnbánó szíveteket. És megesett a szívem rajta. Megbocsátottam, és menjetek tovább. Menjetek tovább. Maradj az úton. Ne térj le se jobbra, se balra.
Énket, hogy a Szent Szellem vezesse ezekbe a gonosz időkbe. Mert megrázadtatások jönnek. És az igaz alig menekül, meg hova lesz az istentelen és a bűnös? Maradjatok vesztek, fohászkodjatok és imádkozzatok, hogy az én igém terjedjen, és az én igazságom. Féltelek titeket, mert néhányatokat a sátán elvitt egy más útra, és nem a hit útján jártok. Ne tekintsetek ezekre a látható dolgokra. Bátorodjatok, ne féljetek, mert én nem a félelem szellemét adtam, az erő, a szeretet, a józanság szellemét. Bátorítlak benneteket. Öltözzétek fel a fegyveremet. Most néhányan különféle kísértésekbe vagytok. De vigasztallak titeket, anyut. Anyja vigasztalja az ő gyermekét. Gondom, barátom, járjatok velem, és adjátok nekem a gondjaitokat, és keressetek, amíg nem késő. És menjetek ki széles világra, és hirdessétek az evangéliumot, hogy hazavár az én fiam mindenkit. Mert ő az ajtó, ő az út, az igazság és az élet. Ne szégyeljétek hát az evangéliumomat. Járjatok vele. Néhányan tékozoltak, és a tékozó fiú is, amikor visszament az apjához, akkor megállt. Állj meg egy pillanatra, engedd el a múltat, bármit is eltékozoltál, és haladj előre a diadalért. A te atyád hazavár, visszavár, ahogy a tékozó fiút visszafogadták. Új idők ennek, fogtok hallani háborúról, még többről, katasztrófákról, nagy megrázadtatásokról. Ti, akik elhívottatok, imádkozzatok, és közben járjatok, hogy az én igém terjedjen, hogy Isten iránti éhség legyen a szívekbe, ott, ahol még nem hallottak róla. Mert akié a fiú, azé az élet. Szeretlek titeket. Szóljátok az én igémet. Legyetek a hírnökeim, az utolsó óra munkásai. Vigyázzatok a talentumokra. Jól sáfárkodjatok vele. Duplázzátok meg. Ne ássátok el! Nem azért adtam nektek. Menjetek szélese világra, hirdessetek engem, hogy aki hisz, az üdvözüljön, mert aki nem elkárhozik. Az én győzelmi zászlómat hirdessétek. Az én fiam. Mert ő az ajtó a mennyországba,
Ő az ajtó a megváltáshoz. Ő az ajtó hozzám. Jól gondoljátok meg az útjaitokat, mert a ti utatok nem mindig az én utam, és a ti gondolataitok nem az én gondolataim. Tudakozzátok az írásokat, még nem késő. Keressetek és megtaláltok. Keressetek és megtaláltok engem. Azt mondja az Úr neked. Ne légy közömbös, hanem keres, mert aki keres, az talál. Nem földi kincseket adok, hanem olyan kincseket, amelyek örökké valók. Térjetek meg, és másokat is térítsetek meg. Bízom bennetek, hogy ez így lesz.